Köszöntöm a kedves nézőket, önök legújabb híradónkat látják. A Szerbiai Hidrometeorológiai Intézet narancssárga riasztást adott ki a következő napokra a hőség miatt. Ma is és az elkövetkező napokban ismét 35 feletti hőmérsékletekre kell számítani térségünkbe. Az Afrikából érkező meleg levegő határozza meg a következő napok időjárását is. Szerbiában és Magyarországon is hőségriadó van érvényben. Az illetékesek felhívják a figyelmet, hogy a nagy melegben mindenki fogyasszon több folyadékot, lehetőség szerint vizet, kerülje a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását. Ajánlott, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon. Kövér László Topolyára látogatott. A Magyar Országgyűlés elnöke szerbiai körútja során ellátogatott Topolyára, ahol Szatmári Adrián polgármester és Zsemberi János a TSC elnöke mutatta meg neki az épülő stadiont és a TSC labdarúgó akadémiáját. A Magyar Országgyűlés elnöke elmondta, hogy az itteniek jól gazdálkodtak az anyaországi támogatásokkal, és büszkék lehetünk mindannyian arra, amit közösen elértünk. Jobban tenni az Európai Unió, ha felgyorsítaná Szerbia uniós csatlakozását, ugyanis ez egyformán stratégiai érdeke valamennyi tagállamnak, nyilatkozta még Kövér László a topolyai látogatása során. Azon beszámolókban, amiket hallhatunk az Európa Kollégiumról, vagy éppen erről az akadémiáról, vagy a könyvkiadó tevékenységünkről, magyar szó fejlődéséről, ahol az olvasható, kiolvasható, hogy szerencsére nem viselte meg ez az elmúlt másfél-két év az itteni közösséget. Abban az időszakban is tették a dolgokat, építkeztek. És szerintem, hogyha visszaemlékszünk arra, hogy milyen helyzetben volt az itteni magyarság mondjuk 15 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt, ha én magam is visszaemlékszem, hogy milyen problémákkal kellett Magyarországnak segítenie az itteni magyar közösséget, hogy egyáltalán a tagjai mondjuk biztonsággal kimessenek az utcára, a saját szülővárosukba, szülőfalujukba, akkor ahhoz képest én azt gondolom, hogy elég látványos és figyelemre méltó fejlődésen mentünk keresztül, mint közösség. Talán még a többségi közösség, a szerbek tiszteletét is, elismerését is kivívva némely tekintetben. Ez természetesen kellettek azok az aktív, vállalkozó szellemű közösségükre tenni hajlandó emberek, akiknek a keze munkája benne van ténylegesen vagy képetesen minden eredményben. Kellett hozzá az önkormányzati vezetőinknek a működése, kellett a VMS, mint politikai háttér, kellett a magyar kormány, hiszen nagyon sok pénz jött a Vajdaságba, hál' Istennek, mert volt miből különböző fejlesztésekre, beleértve a gazdaságfejlesztési programot is, ami meg az itthonmaradást, a szülőföldön való boldogulást segíti elő. És hát hál' Istennek azt mondhatjuk, hogy ez a mostani szerb vezetés már évek óta konstruktívan, sőt szimpátiával segítőkészen viszonyul, mert valahogy ennek az egésznek a hosszú távú fenntarthatóságát, a magyar közösség hosszú távú megmaradását, sőt gyarapodását, fejlődését mégiscsak azt teszi majd lehetővé, azt garantálja, hogyha a szerbek és magyarok a saját szülőföldjükön ráébrednek arra, hogy összetartozunk, egymásra vagyunk utalva, és csak együtt tudjuk a jövőt építeni. Nekem még nem volt módom az Európa Kollégiumban korábban járni, úgyhogy ma voltam ott először, de látva maradt a szám, hogyha egy kicsit túlozni akarok. Egyrészt maga az épület is nagyon szép, reprezentatív, kellemesen illeszkedik a környezetbe. Ott én magam is észrevettem, de fel is hívták a figyelmet arra, hogy már 6 éve járnak oda több százan, de az épület állaga az semmit sem romlott, tehát akik bent laknak, azok is megbecsülik, értékelik azt a környezetet, amiben van módjuk tanulni, készülni az egyetemi tanulmányaikra, illetve a vizsgáikra. És hát az a program is, ami zajlik a falak között, az is arról szól, hogy hogyan lehet a egyébként nem anyanyelvi felsőoktatási intézményekben járó magyar embereket, fiatal embereket megtartani a magyar közösség számára jövő értelmiségi tagjaiként, elitjeként, akik majd egyszer, talán nem is olyan sokára ennek a közösségnek a helyi vagy akár magasabb szintű vezetői lesznek. De bárhol
jártunk is korábban, vagy most. Én azt gondolom, hogy jól gazdálkodtak, jól sáfárkodtak azzal a segítséggel, támogatással, amit az anyaország adni tudott. Úgyhogy én, ha szabad így kicsit illetéktelenül több eszem első szemét használni, szóval magamat is, magunkat is belértve büszkék lehetünk arra, amit az elmúlt években együtt elértünk, és reméljük, hogy ez majd egyszer egy visszatekintve a nem olyan távoli jövőből, ez majd egy olyan köznapi dolog lesz, hiszen az élet az ilyen, így is kell mennie. Tehát nem lesz annyira rendkívüli egy-egy ilyen esemény, vagy egy-egy ilyen intézménynek a felavatása, működtetése, mint amennyire most még újdonság számban megy. A község által alapított közvállalatok és intézmények igazgatóinak felmentése és kinevezése is napirenden szerepelt a Topolyai Községi Képviselőtestület ülésén. A Juhász Erzsébet könyvtár igazgatója Penovász Nárai Éva egy újabb 4 éves mandátum idejére az intézményt eddig is ő vezette. Szintén régi új igazgatója van a Művelődési Háznak Csípe Tímea és a Szociális Védelmi Központnak Jászmina Zimonyit személyében. A telekrendezési közvállalat élére megbízott igazgatónak nevezték ki Dejan Jerkovicsot, aki eddig is vezette a közvállalatot. A Komgrád és a piac közvállalatok esetében pedig kiírták a pályázatokat az igazgatók kinevezésére. Napirenden szerepelt még egy határozati javaslat, miszerint az illetékes bizottság javaslata alapján ebben az évben Vasborsodi Borbála, Zselykó Szamárdzsit Panónac és Monsignor Fazekas Ferenc kapja a Pro Urbe díjat. A határozatot elfogadták, és a község legrangosabb elismerését a díjazottak szeptemberben a városnapi ünnepi ülésen vehetik majd át. Tehát a költségvetés újraelosztása nem szerepelt napirenden, ezúttal viszont a tavalyi költségvetés zárszámadása igen. A 9. testületi ülésen a képviselők elfogadták a 2020-as év zárszámadását. A 2020-as évről talán azt kell elmondani, hogy egy rendhagyó év volt a koronavírus miatt. 3 ízben volt költségvetés módosítás 2020-ban, és minden alkalommal csökkentettük a költségvetési keretet. A 2019-es évi költségvetési kerethez képest 2020-ban 14%-kal csökkent a költségvetési keret, és az önkormányzat jelentős összegeket választott ki a költségvetésből a koronavírus megfékezésére. Körülbelül 20 millió dinár értékben. Ezen kívül segítettünk a rászorulóknak, elsősorban gondolok itt a nyugdíjasokra, több mint 5000 csomagot osztottunk szét Topolya községben a nyugdíjasoknak, és így próbáltunk neki segíteni 2020-ban, valamint fertőtlenítő szereket is vásároltunk, és a közterületeket folyamatosan fertőtlenítettük a Kongrád közvállalat segítségével, valamint a helyi közösségek segítségével, akik ugyancsak nagy szerepet játszottak abban, hogy a koronavírus terjedését megfékezzük és megakadályozzuk 2020-ban. Ezen kívül a 9. testület ülésen döntés született 2 közvállalat esetében, a piac közvállalat, valamint a Kongrád közvállalat esetében az igazgatói helyek betöltésének a pályázati kiírásáról. Ezt a pályázatot valamikor a nyár folyamán fogjuk lebonyolítani, és őszre már ki is tudjuk nevezni az új igazgatókat a 2 közvállalat esetében, valamint a könyvtár esetében Penovász Nárai Éva személyében ugye igazgatót nevezett ki a testület a 9. ülésen, ezen kívül a Művelődési Ház esetében Csipe Tímea személyében neveztünk ki igazgatót a mai napon, és a Szociális Központ élére is Zimonyit Jászmina személyében a testület kinevezte az igazgatót. A telekrendezési közvállalat esetében pedig megbízott igazgatót neveztünk ki meghatározott időre, ami legtöbb 1 évig tarthat, Jerkovics Dejan személyében. Mindig érdeklődéssel kísérik a polgárok, hogy kikapja ebben az évben a község legrangosabb elismerését, és úgy tudom, hogy 8 javaslat érkezett be az illetékes bizottsághoz. Így van, 8 javaslat érkezett be a Pro Urbe diakodó odaítélésére vonatkozólag, azonban az illetékes bizottság Vasborsodi Borbálát, Fazekas Ferenc atyát, valamint
Zselko Szamárdzsicsot javasolta az idei évben a ProUrbe díjasoknak. Én azt gondolom, hogy Vas Borsodi Borbalát és Fazekas Ferenc atyát senkinek se nem kell bemutatni. Ők az elmúlt években munkásságukkal nagymértékben hozzájárultak Topolyán a közösség építéséhez, valamint a községnek a fejlesztéséhez, Topolya község nevének az öregbítéséhez, és én úgy gondolom, hogy mint az előző években is, az idei évben is, tehát ők a ProUrbe díj megfelelő kezekbe fog kerülni. A határozatmódosítás történt a természetvédelmi övezetre vonatkozólag, mégpedig a működtető személyét fogjuk megváltoztatni. Eddig ugye a természetvédelmi övezetnek a működtetője a telekrendezési közvállalat volt, most pedig az újonnan alakult jogi személy, az Aquatop Kft. Fogja a természetvédelmi övezetet, és ezen belül a horgászvizet is működtetni. Az Aquatopnak ezen kívül tehát más feladata is lesznek, mégpedig elsősorban Topolya község idegenforgalmi fejlesztése, minden valószínűséggel a Bajsai medencét, és majd ha elkészül, akkor a topolyai fedett medencét is az Aquatop Kft. Fogja működtetni. Ezen kívül talán még azt szeretném elmondani, hogy határozat született a gázvezeték kiépítésének a kiépítéséről is Topolya község egész területén. Ennek a projektumnak az értéke körülbelül 20 millió euró, és teljes egészében ezt az összeget Topolya község stratégiai partnere a Szerbia Gáz közvállalat fogja finanszírozni, a kivitelező pedig a Bobár Beska cég lesz, aki a Szerbia Gáznak már több éves stratégiai partnere. Én úgy gondolom, hogy ezzel nagy mértékben hozzá fogunk járulni ahhoz, hogy javítsuk az életminőségét Topolya községben a polgároknak, valamint, hogy a gazdaság tovább tudjon fejlődni, de nem utolsó sorban környezetvédelmi szempontból is nagyon fontos és pozitív hatásai lesznek ennek a beruházás. Területén nincsen egyetlen egy aktív regisztrált fertőzött sem ebben a pillanatban, azonban én úgy gondolom, hogy továbbra is elővigyázatosnak kell lennünk, nem dőlhetünk hátra, továbbra is vigyáznunk kell egymásra, és be kell tartani az előírt szabályokat. Továbbra is maszkot kell viselnünk, és távolságot kell tartanunk. Esetleg még arról szeretnék beszélni, hogy a mostani testületi gyűlésen határozat született a helyi hozzájárulás bevezetéséről, meg pedig Felső Rogatica helyi közösségben, és július 15-e és 25-e között fog lebonyolódni a népszavazás erre vonatkozólag. Ki szeretném emelni, hogy a krivajai, valamint a panóniai helyi közösségben, ugye június folyamán már a népszavazás megtörtént, és ebben a két helyi közösségben kiszavazták a polgárok a helyi hozzájárulásnak a következő 10 éves bevezetését, ami nem csak községi, hanem helyi közösségi szempontból is nagyon fontos, ugyanis nagy mértékben hozzájárul ezeknek az adott helyi közösségeknek a fejlődéséhez és a működéséhez. Ami a különböző nyári, illetve szeptemberi rendezvényeket illeti, tehát gondolok itt elsősorban a városnapi rendezvénysorozatra, melynek keretében majd ezeket a már említett ProUrbe díjakat is átadják, tehát a helyzet jelenlegi állása szerint ez a hagyományos módon meg lesz majd szervezve. Így van, a hagyományos módon meg fogjuk szervezni, tehát a rendezvényeket most a nyár folyamán és az ősszel tehát tervezzük, és bízunk benne, hogy meg is tudjuk majd tartani ezeket a rendezvényeket. Szeretnénk megszervezni a Parasztolimpiát, szeretnénk megszervezni a Szárma Fesztivált, szeretnénk megszervezni a Topolya Napokat. Ugyan az idejében kicsit szerényebb keretek között, mint az előző években. A Mészkarnivál sajnos el fog maradni, de mégis szeretnénk megszervezni a Topolya Napokat szeptemberben, és méltó módon megünnepelni Topolya Napját. 50 új jégvédelmi rakétával bővült a Bajsai Jégelhárító Központ felszerelése. Erre a célra a Topolya Község önkormányzata 2,1 millió dinárt fordított, és a községi költségvetésből emellett továbbra is támogatják a lövészek alkalmazását is 2,3 millió dinárral. Szatmári Adrián polgármester személyesen is meglátogatta a Bajsai Központot, és elmondta, hogy néhány hónap múlva elindulhat az automatizálás, amely során a jégvédelmi rakétákat már robotokkal lövik fel.
Július 1-én önkéntes véradási akciót tartottak a Vöröskereszt községi szervezete szervezésében Topolyán. 23 önkéntes jelentkezett, és közülük 22-en adhattak vért, 11 liter és 220 milliliter életmentő folyadék gyűlt össze. A következő önkéntes véradási akciót július 8-án tartják, szintén Topolyán. A topolyai TSC 3 barátságos mérkőzést lejátszott a szlovéniai edzőtáborban. A szuperligás bajnokság július 17-én kezdődik, a csapat már visszatért Topolyára. Az első fordulóban idegenben a Novi Pazar lesz majd az ellenfél. Mindig is hangsúlyozták a TSC-ben, hogy azért hosszú távon gondolkodnak, és a saját nevelésű játékosok is megkapják majd a lehetőséget a felnőtt csapatba. A fiatalok között vannak tehetséges reménységek, akik esetleg majd esélyt kapnak, vagy esetleg el is utaznak már most a felkészülésre a nagyokkal, hogy így mondjam? Hát igen, a nagyokkal felkészülésre az utóbbi három vagy négy felkészülésre mindig vittünk 4-5 fiatal játékost. Legutóbb is Törökországban velünk volt 5 fiatal U19-es játékos. És ettől szerintem fontosabb, hogy ezek a játékosok közül hárman meg is kapták a lehetőséget a felnőtt csapatba. Tehát itt gondolok a Krszmánovicsra, aki játszott már a felnőtt csapatba, Rátkovra, aki játszott a felnőtt csapatba. Tehát ez mind olyan játékosok, akik valójában úgy játszották az U19-es bajnokságot, mint fiatalabbak, ők 2003-asok, tehát ő előttük azért még van 2 év az U19-ben, és utána számíthatóak csak felnőtt korú játékosoknak. De törekedni fogunk most a nyári előkészületekben is, hogy olyan fiatal játékosokat, akár U17-es játékost is, mert vannak ketten, akik nagyon érdekesek, mára a felnőtt csapat keretéhez kapcsolunk. Fontos az is, hogy ez a felnőtt csapat ez a szerb válogatottnak is adott 2 játékost. Itt gondolok Lukicra, aki az amerikai tornán szerepelt a szerb válogatottba, valamint Petković, aki már másodszor kapta meg a behívót a szerb válogatottba. Napokban érkezett ez a második behívó számára. Szántrács U21-es boszniai válogatott, Krszmánovics U19-es szerb válogatott, tehát ha megnézzük, hogy az U19-ből a fölfuttatás felnőtt csapatba, hogy mennyire megy könnyen, én azt tudom mondani, hogy igenis könnyen megy. Itt nem említettem Burszácsot, aki szerintem az egyik legnagyobb tehetség itt a klubunkban. Ő a harmadik kapos a felnőtt csapatnak, ő az U19-nek védett. Tehát akadnak, vannak fiatal játékosaink, amelyeknek szereplését a felnőtt csapatba, én azt mondom, az elkövetkező 1-2 évben biztos fogjuk látni. És hát a klub célja, ahogy említettük is, az, hogy saját nevelési játékosokból, nem bírom azt mondani, hogy rakja össze a felnőtt csapat keretét, de minél több ilyen fiatal játékos szerepeltessünk ott, és én azt mondom, hogy jó úton haladunk, mert hogyha megnézzük, egész a 2014-es születésű gyerekekig foglalkozunk a fiatalokkal, és már mutatkoznak olyan 8-9 éves gyerekek is, akik nagyon-nagyon tehetségesek. Tehát itt azt mondom, hogy minden föltétel adott ahhoz, hogy minőséges munkát végezzünk, és az a minőséges munka ott mutatódik majd meg, hogy mennyi játékost. Csütörtökön is sok napsütésre, alapvetően száraz időre készülhetünk, a déli, délkeleti szél a Dunántúlon többfelé megélénkül, helyenként viharos lökések is kísérhetik, csütörtökön tetőzik a hőség, hajnalban 18 és 24 fok közötti értékekre készülhetünk, napközben pedig 38-39 fokig melegszik a levegő. Pénteken egy hideg front éri el térségünket, akár felhőszakadás, jégeső, viharos széllökések is előfordulhatnak. A déli-délkeleti szél többfelé élénk, illetve erős lesz, a csúcshőmérséklet azonban továbbra is 30 fok felett várható. Kedves nézőink, Önök legújabb híradónkat látták. Nem maradt más hátra, mint hogy valamennyi munkatársam nevében megköszönjem az Önök megtisztelő figyelmét. További jó tévézést kívánunk Önöknek!